Hát itt vagyunk Tampere belvárosában, két évet laktál itt. Mennyire szeretted meg a város, vagy mennyire tartod élhetőnek ezt a várost? Nagyon élhetőnek tartom, mert szerettem itt lenni. Nyilván 14. évem ugye Finnországban, úgyhogy volt egy jó pár város előtte is, ahol éltem, de talán ez volt ugye a legélhetőbb, illetve utazás szempontjából is, mivel Helsinki közel volt, így a hazautak mind nekem, mind a feleségemnek neki sokkal könnyebb volt, úgyhogy ilyen szempontból is jó volt. Meg tényleg nagyon sok olyan hely van itt, ahol pláne éttermek, én annyira nem vagyok ez a körbenézem, megnézem, mi a város és a látványosságokat. Teszem hozzá, hogy nagyon sok látványosság itt nincs is, tehát másfél nap alatt ki lehet végezni ezt a várost, de tényleg itt legalább az, amit én szeretek étterembe járni, hasonlók azok itt jók voltak, úgyhogy szerettem itt lenni. Finomak egyébként a finn ételek, vagy mi az, amit ők leginkább preferálnak? Finn konyha szerintem annyira nincsen egyébként, tehát itt inkább az összes étterem az pont ilyen steakhouse-ok, vagy hamburger, pizza hasonlók, úgyhogy én nem gondolom, hogy a finn konyha az annyira felkapott lenne, hogy itt arra húztak volna egy éttermet, úgyhogy én inkább azokat az ételeket ettem, amit egyébként szoktam otthon is. Annyival, hogy itt nincs magyar konyha, az nyilván az mindig hiányzik az embernek, de tényleg mondom, finn konyha az nem olyan, amit itt nagyon úgy most lehetne elemezni. Azt olvastam, mielőtt ide jöttünk, hogy Tamperében a kávézásnak van egy ilyen különleges kultúrája, ez így van, és finomak a kávéjaik? Milyenek mondjuk egy olaszhoz képest? Teljesen összintem, hogy nem tudom, tehát nekem kávék között nincs olyan különbség. Szerintem nem csak Tamperében, egész Finnországban nagyon sokat ugye kávéznak. Nincs annyi koffein benne, tehát ez a nagyon vizezett kávét iszek ugye folyamatosan. Én nem tudnék nagyon különbséget tenni köztük, úgyhogy ugyanúgy ittam itt a kávémat, mint még Ouluban, mikor voltam ott 10 éve, úgyhogy nekem sok minden nem változott tetélen. Mennyire váltál finni, hiszen már fél életedet itt töltötted? Édesem azt mondja, hogy nagyon, de nyilván valamennyire igen, tehát ahogy mondtad, fél életemet itt töltöttem. Ettől függetlenül mindig otthon szeretek jobban lenni, tehát nekem a szívem az mindig hazahúz, hogyha lehetnek ennyire szentimentális, úgyhogy itt nyilván itt a szezon 9 hónapjában ugye itt vagyok, de utána 3 hónapot ezt nagyon-nagyon szeretek otthon lenni, úgyhogy annyira nem finnesedtem el, szerintem ugyanolyan a személyiségem, mint volt előtte. Hogyha ez finnes, akkor nem amiatt, mert kint éltem. És édesanyád mit mondta, hogy miért gondolja azt, hogy elfinnesedtél? Ezt régen mondta egyébként, most már ez nem annyira jön elő, csak azért nem voltam talán annyira szociális, és ugye a finnekről köztudott, hogy nehezen nyílnak meg, úgyhogy mindig ez volt neki, hogy akkor kicsit finnesedtem, amikor fiatalon hazamentem, de ez a személyiség azért sose volt egy nagyon extrovert személyiség, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez most már így lenne, nyilván én is változtam, de hát teljesen magyar vagyok, úgyhogy... Itt ugye verőfényes napsütésben csináljuk ezt az interjút. Ez mennyire jellemző, hogy ilyen jó idő van Finnországban, vagy itt lent délen? Hát nem jellemző nyáron nyilván, amikor a nap alig megy le, tehát itt 11 óra környékén sötétedik, tehát nyilván itt szép idő van, de azért, hogy ennyire meleg is legyen, bár pulcsi vagyok, de hogy meleg van, attól független, tehát hogy nyilván ez egy picit ritkább, nyáron azért egy picit több van, de hát most ezt a 2 hét nyarat elcsíptük itt Finnországban, hál' Istennek, úgyhogy ez is egy jó érzés, hogy nem 5 fok esőbe kell itt lennünk májusban. Boldogabb az ember, amikor ilyen idő van, és tényleg pezsgés van a városban, tehát télen azért teljesen másik arcát mutatja egyébként, mint Finnország, mint Tampere, tehát itt az összes terasz nyitva van, mindenki élvezi a jó időt, a napsütést, télen ez egy picit más. De ehhez azért hozzá lehet szokni. Az a rossz része, hogy a szezon általában nem ebben az időszakban van, úgyhogy annyira nem volt sok időm ezt kielvezni, de ilyenkor most jó itt lenni. Szombatban, tehát az embereknek ma szabad napja van, rengetegen mentek már a mai első meccsre, ami nem is a finnek játszanak. Itt tényleg ennyire szeretik az emberek a jégkorongot, ahogy hírlik? Igen, hát itt ez az első számú sport, tehát ez teljesen egyértelmű, illetve jönnek a sikerek is nekik az utóbbi években. Nagyon szeretik, nyilván ezért mennek ki az összes olyan meccs, ahol még a finn ugye nem is játszik, lehet, hogy aznap se játszik, de hogy kimennek, szurkolnak. Úgyhogy nyilván ennek itt nagy kultúrája van, ez azért szerintem látszik abba is, hogy nyilván az benne van, hogy tavaly itt volt a VB, tehát szerintem azért annyi külföldi szurkoló talán nincs itt, aki esetleg itt volt tavaly, de tényleg a városba körbenézünk, akkor mindenki finn hokkimez van és büszkék a csapatukra. Na, azért is, ami ugye hillik a finnekről, hogy annyira nem szeretnek kinyílni és úgy kimutatni az érzelmeket, szerintem ez pont a szurkolói kultúrájukban is azért nagyon látszik, hogy inkább ez a nagyon visszafogottabb, csendesebb szurkolás van. Nyilván többek között ebben is egy picit úgy
meguntam talán, vagy már az nem volt az adrenalin löket, azért 9 év után tényleg itt meccsek zömében majd nem csendbe jössz, hogy csak nincs neked vagy az ellenfélnek helyzete, tehát hogy nyilván ez egy picit más, otthon azért sokkal jobban mindenki kimutatja, hogy éppen mit érez meccs közben, még hogy ez picit vulgáris szavakban is, de legalább van valamilyen hangulat. Úgyhogy itt ez nyilván egy kicsit más, az a tegnapi magyar meccsen is érezhető volt, hogy akár is lőttek 7 gólt, mégis a mi szurkolóink voltak azok, akiket lehetett hallani a stadionba, illetve viszonyatosan kritikusak, tehát hogyha nem megy jól, akkor ők azt azzal viszonozzák, hogy teljes íri csöndben nézik végig a meccset, tehát hogy ez a része azért ez sokkal jobb otthon. Látunk tegnap itt a városban sebőkmezes szurkolókat, és nem magyarok voltak, hanem finnek. Mennyire lettél te itt a közönségkedvenc? Szerencsésnek tartom, mert úgy érzem, hogy nagyon, tehát én is itt azért a városban vagyok, többen köszönnek. Nyilván 14 évet itt töltöttem, tehát hogy azt gondolom, hogy engem itt kint sokkal jobban ismernek, mint otthon például. Tehát ahogy mondtam, jégkorong itt a legnagyobb sport. Itt is az egyik kirakat csapatnál voltam 2 évig, van 2 bronzérmem, 1 ezüstérmem, szép eredményeim voltak csapat szinten egyénileg, tehát hogy nyilván itt pontosan tudják, hogy ki vagyok, úgyhogy nyilván ez egy jó érzés az embernek. És az is nagyon jó, hogy a finn olyan, hogy nem feltétlen jön oda folyamatosan hozzá, tehát hogy azért nyugiba vagyok hagyva. Úgyhogy nyilván ennek örülök, meg ez büszkeséggel tölt engem el, hogy magyarként úgy tudok Finnországban lenni, hogy tényleg itt engem szeretnek, és valaki a mezemet hordja, úgyhogy erre tényleg csak büszke lett az ember. Mennyire jó emlékek vannak benne Tamperéről az eddigi mérkőzések kapcsán? Azt gondolom, hogy boldogak lehetünk, tehát hogy olyan helyzetbe tettük magunkat, ami terve volt, tehát hogy nyertünk egy mérkőzést, van esélyünk a bennmaradásra 2 meccsel a vége előtt, és nem az van, hogy 0 ponttal itt kullognánk, és tényleg reménykedünk abba az utolsó egy meccsbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra. Nyilván voltak nehezebb időszakok, de ezzel mi számoltunk, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem számoltunk azzal, hogy lesznek olyan meccsek, ahol egész egyszerűen nem lesz semmi szansz nyerni. Nyilván azt gondolom, hogy most, hogyha csak a svéd-finn meccset veszük, akkor 7-1-es vereség és 7-1-es vereség között is van különbség, de ez is jó látni a csapaton, hogy tudunk egy picit tanulni azokból a meccsekből, ami nagyon nem jó sikerült. Tehát azt gondolom, a svéd meccsen 20 percig nagyon jól jégkorongoztunk, utána 40 percig pedig majdhogy nem azt csináltak velünk, amit akartak. Ez tegnap már 40 percig tartott, reméltek a német és az osztrák ellen 60 percig úgy fogunk tudni játszani, hogy szeretnénk. De azt gondolom, hogy maximálisan meglehetünk ezzel elégedve, nyertünk egy meccset, úgyhogy most próbáljuk megnyerni a következőt majd.